A folytatásban pedig a nyugdíjasok és a szórakozásé lesz a főszerep, mivel a Korda Balázs házaspár egy fergeteges hangulatú bulit csapott az idősek világnapja alkalmában rendezett ünnepségen. Régi hagyomány már településünkön, hogy október 1-jéhez közeledve ünnepséget szerveznek a makói időseknek, ezzel meghálálva évtizedeken át tartó munkájukat és odaadó gondoskodásukat. A vendégeket Farkasjöv Erzsébet polgármester köszöntötte, aki beszédében kiemelte, az idősbarát önkormányzat díjjal is elismert önkormányzatunk kitűzött célja, hogy támogassa szépkorúit, erősítse a korosztály testi-lelki aktivitását, közösségi szerepvállalását, valamint segítséget nyújtson ahhoz, hogy lendületben maradhassanak és minőségi életet élhessenek. A polgármester szívhez szóló szavai mellett ajándékkal is meglepte a nyugdíjas klubok tagjait. Az idősek világnapja alkalmából városunk közössége nevében nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Köszönöm meg mindazt az értéket, amit nekünk ajándékoztak. És a kivételes alkalomra való tekintettel az idei évben minden nyugdíjas közösségi klubunknak 100 000 forint értékű utazási támogatást biztosít önkormányzatunk. Nem tudja kifejezni hálánkat ez az összeg, de az, hogy közösségként együtt elutazhassanak valahova, segítheti, támogathatja. Hogy együtt lehessenek, hogy mindaz az érték, amit számunkra tükröznek, ott erősödjön, növekedhessen tovább, s mi, fiatalabb generáció, ebből táplálkozhassunk. Még nagyon sokáig. Az eseményre mindig szép számú érdeklődő érkezik, mely az idén sem volt másként, mint egy 800 szépkorú vett részt a vacsorával egybekötött programon. Nagyon jó hangulat van, és nagyon szeretünk ide jönni. A polgármester asszony különösen érzékeny, és ezt most is köszönöm neki. Milyen programjaik szoktak lenni az évben? Most lesz épp nem soká a Fehér Bot napi ünnepségünk. Októberben van a Fehér Bot nap, és azt fogjuk megünnepelni. Különösen a polgármester asszony segítségével kaptunk tőle támogatást, és azt föl fogjuk használni rá. Jól érzük nagyon magunkat. Ide járunk már régóta. Makói Eni Egyesített Népjóléti Intézménytől jöttünk. Hát én 6. éve vezetem a klubot, úgyhogy én 6 éve veszek részt ezen a rendezvényen. Hány fővel érkeztek ide a mai nap? A két klub, tehát a Királyhegyesi utcai és a Munkás utcai 43 fővel jelent meg. Mit gondolnak az eseményről? Hogyan szokták érezni magukat a klubtagok? Szerintem fontos ez az esemény az időseknek, ugye ez róluk szól, ezzel van megköszönve az ő eddigi munkásságuk, jól szokták érezni nagyon magukat. A délután sztárvendégei az ikonikus Korda György és Balázs Klári házaspár volt, akik már visszatérő vendégei a makói közönségnek. Zseniális a makói közönség, nem véletlenül vagyunk itt ennyiszer, és nem csak a makói közönség nagyon aranyos, hanem a polgármester asszony is, aki egyébként a barátunk, úgyhogy nagyon szívesen jövünk ide. Ha tőlem kérdezés, tényleg, de a Makóra nem is tudom mióta járt. Ha azt mondom magának, hogy 1960-ban már voltam Makón, na milyen évszámot mondtam, azóta is változatlanul szeretem. Nem járunk olyan túl sokat Makón, tehát ilyen 2-3 évente Makón, de az nekünk mindig egy örömünnep, amikor itt vagyunk. Az énekesek mozgalmas nyarat tudhatnak maguk mögött, azonban nem csak a fellépések miatt emlékezetes az elmúlt időszak.
Nagyon sok előadásunk volt, ugye a nyár a fesztiválok időszaka volt, az összes nagy fesztiválon ott voltunk, Soproni volt fesztivál, Siófokon, a plázson kétszer voltunk, mindenféle fesztiválon megjelentünk ezen a nyáron. Kicsit fáradtak vagyunk. Ne felejts el két kitüntető dolgot. Ja, igen. Hát az egyik, azért, mert előbb volt, azért mondom magamat előbb. Június 18-án volt. Akkor lettem Budapest díszpolgára, a Klárika, meg ebben a hónapban kapta meg Szenes Iván művészeti díjat. Egy nagyon szép koncert keretében, úgyhogy nagyon... Tehát ez is egy nagyon jó dolog, ott nagyon szép. Szép ez az év. Az idősek világnapján a házaspár legismertebb slágerei csendültek fel a csarnokban, melyeket a makóiak a színpad előtt élveztek. A közös éneklést tapsszó kísérte.